Ünnepi beszédet mond Kovács Levente, a Maros megyei RMDS ügyvezető elnöke. Jó napot kívánok, tisztelt udvarfalviak, köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves ünneplők és emlékezők. Ünnepnap a mai, és minden egyes március 15-e, hiszen mi magyarok azzá tettük. Nem vettük át, nem másoltuk, mi teremtettük. 166 éve annak, hogy történelmünk egyik legfelemelőbb pillanatát élte meg a nemzet, hiszen az ifjúság hite győzedelmeskedett a kisítűséggel szemben. Az 1848-49-es forradalom függetlenséget, felelős kormányt, jogegyenlőséget és szabadságot hozott. Olyan értékeket teremtett, melyekre azóta is büszkék vagyunk. Büszkék vagyunk nemzeti színeinkre, a pirosra, amely az erőt, a fehérre, ami a hűséget, és a zöldre, mely a reményt jelenti. És büszkék vagyunk Petőfire, Kossuthra, Széchenyire, s mindazokra, akik bátorságuk révén hozzájárultak ahhoz, hogy március 15-e a magyar szabadság sikere legyen. De ahhoz, hogy büszkék lehessünk, bátornak kell lennünk, és mi magyarok bátrak vagyunk. Hiszen kiálltunk elveink, jogaink mellett nem csak 48-ban, hanem 56-ban, 89-ben, 90-ben, és kiállunk a mai napig is. Akkor is helyesen cselekedtünk, és ma is helyesen cselekszünk. Hiszen akkor sem ajándékozott meg, és ma sem ajándékoz meg minket senki, annál több joggal, mint amit kivívunk magunknak. De a szabadságért nem csak küzdeni kell, hanem élni is kell vele. Mi ezt tesszük, gyakoroljuk 25 éve. Azon dolgozunk, hogy megértessük a többséggel, hogy nem ellenük, hanem magunkért akarunk szabadok lenni. Magunkért akarjuk használni anyanyelvünket a közhivatalokban, magunkért akarunk szabad szimbólum használatot, magunkért akarunk önálló vonalat az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. E jogos igényeket nem mindenki érti, így nekünk a továbbiakban is az a feladatunk, hogy képviseljük és érvényesítsük a magyar emberek érdekeit és akaratát Erdélyben, Bukarestben, Budapesten és Brüsszelben is. Az önkormányzati és parlamenti jelenlétünk mellett fontos, hogy a román kormányban és az Európai Parlamentben is ott legyünk. Magyarok, mi, akik 1848 politikai és szellemi örökösei vagyunk, maradjunk és legyünk ugyanolyan büszkék és bátrak, mint elődeink. Addig, míg lesznek magyarok, addig lesz március 15-e. Ameddig lesz március 15-e, addig lesz magyar szabadság. Hajrá Erdély, hajrá magyarok! Minden rendezvénynek, e mai rendezvényünknek is nagyon sok támogatója volt ahhoz, hogy ez a rendezvény ma létrejöhessen és megszülethessen. Elsősorban pénzügyi támogatója a helyi RMDS tanácsosok, akik mindent megtettek azért, hogy ma együtt, itt, közösen emlékezhessünk, ünnepelhessünk. További támogatóik a lelkészeink és oktatóink, akik közbenjárása nélkül nem születhetett volna meg e mai rendezvény. Külön köszönetet mondunk az Oleander Kft. Tulajdonosainak, Kardos Andrásnak és nejének, Kardos Erzsébetnek, akik a virágot felajánlták a színpad díszítésére. Isten áldását kérjük további munkájukra. Most kulturális műsorunkat megnyitja az udvarfalvi gyerektánc csoport egy Kossuth nótával, hegedűn játszik Szabados Aletta. Fogadjuk őket nagy tapsolat! Thank you.
segítő oktatójuk Mezei Károly. Az udvarfalvi óvodások műsora következik. Nem hallottam. Kis csoporttól egész nagy csoportig. Repeat!